Ez a szív egy nagy titok, talányos rejtély, néha furcsán izgatott, és fellobog, ne fáj is. Tudom, ez banális, mégis el kell mondanom, mert nyugtalanít nagyon, meg nem fejtett rejtély. Hogyan történt, nem tudom. Bilincsbe vertél, nincs azóta éjjelem, se nappalom, de egyszer te is érzed lángra gyúlva, mégis furcsa rejtély, hogy szeret. Vendégünk Bánovics Vivien, akit majd Vali szerepében láthatunk. Szia! Szia, szia! Sziasztok! Sziasztok! Így az elején egy picit mesélj nekünk a film történetéről, milyen ez a szerelmi szál, mi mindent láthatunk majd. Igen, hát egy szerelmi szálról szól a történet. Igazából ez Szűcs Sándor és Kovács Erzsinek állít emléket ez a film, az ő szerelmi történetüket dolgozza fel, persze fikciós elemekkel bővítve. Ez egy igazán tragikus szerelmi történet, és nagyon szomorú, nehéz. Az az igazság, hogy talán bele se tudunk mi gondolni, vagy az én korosztályom, vagy a nálam fiatalabb korosztály, hogy milyen nehézségeken kellett átesniük akkoriban a bizonyos embereknek, és hogy például bizonyos emberekkel hogy akartak példát statuálni, akár a focisták irányába, vagy akár az énekesnői pályán a énekesnő számára. Te Valit alakítod, a női főszereplőt. Ki ő, milyen karakter? Igen, ő egy énekesnő, az Asztóriában dolgozott, ugye, hiszen a Kovács Erzsi is így, ez egy valós személy. Ő egy nagyon szerelmes fiatal lány, aki mindent hajlandó megtenni azért, hogy a szerelmével együtt élhessen és egy új életet kezdhessen. Mit szóltál, amikor felkértek erre a szerepre? Szerintem azért ilyenkor egy színésznő azt gondolhatja, hogy egy tragikus szerepben talán még nagyobb lehetőség megmutatni magad. Mindenképp azért nehéz, és ezért kihívás is, és azt szeretjük, szerintem mi színésznők főként. Én a Lacival, aki rendezte ezt a filmet, nekem ez már az 5. filmem, ezért mi már sokszor dolgoztunk együtt, és nagyon szeretek vele dolgozni, ezért, hogyha ő felkér engem egy munkára, akkor mindig nagyon szívesen elvállalom, mert tudom, hogy mi hogyan dolgozunk együtt. De ez a sztori, vagy hát ez az egész forgatókönyv, amit megkaptam, ez kimondottan nagyon elindított bennem egy olyan dolgot, hogy ezt szeretném nagyon megcsinálni, és szeretném jól megcsinálni. És hogyan kell elképzelni? Milyen egy ilyen forgatás, vagy hány napig tartott? Hogyan kell elképzelni magával, hát, Lacival a forgatást? Egy tévéfilm esetében azért ez sokkal rövidebb, egy mozifilmnek azért hosszabb előkészületei vannak, hosszabb maga a forgatás is, és azért nagyobb volumenű dologra kell gondolni. Egy tévéfilm, főleg most azért elég sok tévéfilmet gyártunk szerencsére, azért sokkal rövidebb idő alatt zajlik le. Maga az előkészület, az egy-két hónap az elég gyorsan összeáll, és maga a forgatás ebben az esetben, ez a film 13 nap alatt leforgott. Többször ugye említetted, hogy Vitézi László a rendező, ő mennyire ad szabad kezet a színészeknek, mennyire vietted a saját ötleteidet a forgatásra? Ezért is szeretek nagyon a Lacival dolgozni, mert ő pont az az ember, lehet, hogy már azért is, mert bizalom van kettőnk között, de ő az az ember, aki mindig szabad kezet adott nekem, szóval az első az, hogy én bemegyek a szedbe, és megcsinálom először úgy a jelenetet, hogy igazából ő azt mondja, hogy kíváncsi arra, hogy én mit fogok most csinálni, és én mit gondolok erről a jelenetről, vagy az én hogy gondolom, hogy valósítanám meg színészileg ezt a szituációt, és ezt végighagyja, megnézi, és hogyha esetleg ezután neki van valami hozzászólni valója, akkor természetesen leülünk és átbeszéljük, de nagyon szeretem, hogy ilyen szabad kezet ad nekem. És hogyan tudtál belehelyezkedni a karakteredbe? Ugye ezért fiatalabb generációról van szó a te esetedben. Milyen hát volt a felkészülés? Az az igazság, hogy ha a nagymamám mondta mindig ezt, hogy elképzelni sem tudom, hogy mi zajlhatott, mi történhetett abban az időben, és ez így van. Amikor elolvastam a forgatókönyvet, akkor
akkor számomra tényleg az volt a legnehezebb, hogy teljesen beleképzeljem magam ebbe a szituációba, hogy ez megtörténhetett emberekkel, és ezért maga 13 napos forgatás alatt is azért elég kemény lelki tréningen mentem keresztül, szóval nagyon-nagyon sok sírás, szenvedés, és azért ez olyan szinten engem is megvisel, mint színésznőként is, mint Bánovics Vivient is ezek az események, igen. És azért még azt is említsük meg, hogy elképesztően szépen énekeltél, ugye ez nem a mai hangtechnika, szóval tényleg gyönyörű volt, nagyon szépen beleélted magad. Köszönöm a szerepbe, köszönjük szépen, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm szépen.